Most legutóbb a Katona József Színházban volt egy Arany Maraton című, amiben szintén részt vettem, és hát elképesztő volt nézni. Sokszor úgy gondoltam, hogy elvetemült nézők nézték este 7 órát, vagy még korábban kezdtünk, éjjel 11-ig. Igaz, hogy több, még szünet is volt, de volt, aki az egészet végignézte, és hát fantasztikus dolgokat tudhatott meg Arany János életéből. Hát nem csak a balladáit, nem csak Toldit, nem csak sorolhatnám hosszan, nem csak az Őszikéket, nem csak az utolsó verseit, hanem Petőfivel való levelezéséből, akkor a korabeli politikai helyzetek elemzéséből. És hát én nem vagyok egy irodalom történész, én is szájtátva hallgattam ezt a sok fantasztikus dolgot, amit összegyűjtött a dramaturg kollégák hada, és Arany Jánosnak nagyon fantasztikus, gyönyörűséges versei vannak az öregkorról, gondolok itt elsősorban az epilógusra. Amik, hát most már megérintik az embert 70 fölött. És hát nem számvetést készít az ember, de hát ugye ilyen sor jut eszembe, hogy hirtelen, hogy több a hírnév, mint az érdem. Hát ez egy nagyon kemény mondat, nagyon sok emberre vonatkoztatható. Hát például Őzével kapcsolatban volt egy fantasztikus élményem. Tudnilik, van egy közismert történet, vagy legalábbis sokan ismerik, hogy verseny volt közöttük, hogy ki mondja jobban az őskaját. Szóval Rókus kórház előtti kis parkban elmondták egymásnak, tudomásom szerint, hát persze ezek a sztorik azok mindig szájhagyomány útján terjednek, hogyha valaki jobban tudja, akkor bocsássa meg nekem. Lényeg az, hogy 2 forintot kapott Őzét, a Latinovistól Őze, mert úgy állapodtak meg, hogy ő jobban mondta. És ezt a verset én hallhattam Őzétől élőbe, Gyulán a Várszínház évfordulója kapcsán volt egy gála este, ahol Sík Feri kérte meg nagy nehezen Őzét, mert ő nem volt egy pódiumista, hogy mondja el az őskaját. És aztán végül rábeszélték, elmondta, és volt szerencsém a oldaljárásból látni, és hát egyszerűen a hátamon futkosott a hideg, ahogy mondta, és hát olyan fantasztikus. Rádióban, amikor még volt rádió, valami éjszakai felvétel volt, és a 13-as stúdióban dolgoztunk mi, és a 14-esben, aki ezt volt a rádióban, az tudja, hogy miről beszélek, volt egy összejátszás. És a Vén cigányt, Vörösmarty Vén cigányát mondták, sokan, akiket az előbb felsoroltam, Gáti József is ide számítható, Básti Lajos, Avar István, Ladányi Pálos, György, Latinovi. És amikor a Latinovi is mondta, pedig nem akárkiket mondtam, akkor megértettem a verset. Volt szerencsém ezt így sorba egymás után elhallgatni. Valaki kicsit röcögézett, úgy mondta a verset. A Zoliban meg volt valami olyan, ami ő is egy forrasztó, modoros ember volt, hát így beszélt. De gondolatilag, visszapörgetve az én agyamba, akkor értettem meg igazán.